A 2022-es magyarországi országgyűlési választás a rendszerváltás óta eltelt időszak 9. általános parlamenti választása volt. A választással egy időben népszavazást is tartottak. Ezen a napon már reggel 6 órától lehetőségük volt a polgároknak, hogy leadják voksaikat. Nem volt ez másként Tolnán sem. Tolnán és Fáczánkertben, mert a Fáczánkert település is hozzánk tartozik, rendben lezajlottak a választások. A választópolgárok nagyon aktívak voltak, reggel 3-4-6-kor már sorakoztak a szavazókörökben, és arra vártak, hogy menjenek a szavazóhelyiségek és választhassanak. A választójogosult állampolgárok közül Tolnán 69% vett részt a választásokon, Fáczánkertben pedig 66% ment el szavazni. Hát szerencsére nem volt semmilyen fennakadás, a bizottságok felkészültek voltak, és türelmesek voltak mind a bizottságok, mind pedig a választópolgárok, mert ugye a magas részvétel miatt sokszor sorban álltak a szavazóhelyiségek előtt. Elég magas volt a mozgóurnát igénylők száma is, mondta a jegyző. Főleg az egyes szavazókörben ott 40 fölötti állampolgár kérte a mozgóurnát, de az egész településen egész nap szinte mozgóurnáztak a kollégáink és a bizottságok. Tolnán 13 szavazókör volt, és tehát 13 helyszínen, Fáczánkertben pedig egy szavazókörben szavaztak az állampolgárok. Ezúttal nemzetközi megfigyelők is voltak a településen. Szombaton is, illetve vasárnap is, és mindent rendben találtak. Nálunk én most már 30 éve veszek részt a választásokon, ez volt az első alkalom, hogy nemzetközi megfigyelőket is kaptunk. Szombaton a szavazóhelyiségeket nézték meg, hogy hogy van berendezve, mit látnak ott, vasárnap pedig a választás menetét figyelték. Tolna megye egyes száma választókerületében a Fidesz-KDNP színeiben induló Horváth István a leadott voksok 56,27%-ának megszerzésével győzött, és így ő lett a térség országgyűlési képviselője.